én úgy tudom, hogy ezek majdnem mind. Nem merem mondani, hogy mind, mert lehetnek furcsa kivételek, de ezek majdnem mind egyúttal ragozó nyelvek is. Tehát például a nyelvészeti szakirodalomban fölmerül, hogy hozzunk példát arra, hogy egy ragozó nyelv hogy jár el, akkor több mint egy török példákkal találkozunk. De tudják, hogy a magyar is. Tehát, hogy finnugor nyelvek is ragozó nyelvek. Tehát a magyaron kívül az összes finnugor, majdnem az összes finnugor, török nyelvek. Biztos van jó pár Afrikában is, egyet tudok, a Bushman, az biztosan ragozó, arról tudom, hogy az agglutináló. Az indián nyelveknek én úgy tudom, hogy kisebb része ragozó. Nagyobb része az a harmadik csoport lesz, amit úgy fog majd hívni, hogy bekebelező. Inkorporáló idegen szóval, de ezt jelenti. Tőlünk nyugatra van-e ragozó nyelv? Azt hiszem, hogy elhangzott már ez a kérdés. A baszk. A spanyol az, tehát Spanyolországban és Franciaországban élnek ugye a baszkok. Igen. Na most akkor a másodikranak vegyük, hogy a bennünket körüllevő indogermán nyelvek, ezek mind úgynevezett hajlító, vagy idegen szóval flektáló nyelvek. Hát nem tudom a latin alapszót, de hát a angolban a flexible jelenti azt, hogy hajlékony, meg rugalmas, meg ilyesféléket. Flektáló. Tehát az összes indogermán, abban nem tudok belemenni sem most, sem máskor, hogy a kelta nyelveket valószínűleg jogosulatlanul sorolták az indogermán nyelvcsaládba. De hát megint csak azt kell mondanom, hogy hát ha talán nem is 10, de hát 5 év kell hozzá, hogy az ember egy kelta nyelvet, vagy bármelyiket, hát olyan fokon megtanulja, de hát akkor tényleg éjjel-nappal kell tanulni, ha 5 év alatt le akarjuk zavarni a dolgot. Hát most hogy ítéljen meg azt, hogy jól meg kellene tanulni írül, gél, nem skótul, hanem gélül, gél, igen, az a Scottish Gaelic, bretonul, belszívül. Nem, hogy azt higgyük, hogy az angol után könnyű lenne verszívül megtanulni, hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Van nyelvész, ugye a Timarukast Sándor, akinek meggyőződése, hogy ezek ragozó nyelvek. Én ezt nem tudom megítélni. A hajlító nyelveknek még egy nagy csoportja a sémi nyelvek. Tehát az összes arab nyelv, a héber, állítólag az arámi, sémi. Harmadik csoport, a következő alkalommal egy kérdést fogunk nagyon alaposan megvizsgálni. Mi a különbség a ragozó és a hajlító nyelvek között? Mert itt ez a döntő kérdés. Utalni fogunk a sémi nyelvekre is, már ami keveset én tudok a sémi nyelvekről, de döntően ez lesz a kérdés. Tehát, hogy miért miért jogosulatlan azt mondani, hogy mondjuk a latin nyelvben sok a ragozás? Semmi ragozás nincs a latin nyelvben. De hajlítás rengeteg van benne. Vagyis konjugáció, meg deklináció. Az rengeteg. Ragozás mákszemnyi sincs. Ragozás ragozó nyelvekben. A többiben meg nincs. Ott más van. Bekebelező, idegen szóval inkorporáló, vagy poliszintetikus. Két neve is van ennek a nyelvcsaládnak. Vagy csoportnak, nem nyelvcsaládok. Inkorporáló.
indián nyelvek nagyobb része, Észak-Dél-Amerikában egyaránt. Nagyon valószínű, hogy vannak Afrikában és Ausztráliában is inkorporáló nyelvek. Eszkimó. Tehát nagyon valószínű, hogy a Sioux, az Ojibwa és a más Irokéz, más ismert indián nyelvek majdnem biztos, hogy ezek ide tartoznak az inkorporáló bekebelező típusba. Hogy ezt érzékeltessem, ehhez egy magyar példát vennék, ugyanis a ragozó nyelvek e felé mutatnak. Tehát a ragozó nyelvekben általában nem nagyon lehet példát találni a hajlító folyamatokra, de a bekebelezőre igen. Például az az ige alak, hogy kiviszlek az állomásra, a kiviszlekben, az az el, az esz után, az egy jellegzetes inkorporáló, bekebelező sajátosság. Tehát, hogy az ige, igébe toldalékként beolvasztja az utalást egy második személyű tárgyra, méghozzá azt is meg tudjuk belőle, hogy tegeződünk az illetővel, ugye? Nos, gondoljuk el, hogy a bekebelező nyelvekben nem csak a tárgyat lehet beépíteni a toldalékként az ige alak részeként, hanem mindent. Mindent. A részes határozót is, a időhatározót is, meg mindent. Ez elég nehéz felfogni egyébként. Az, hogy belülre teszi. Tehát ez az el, a kiviszlekben, az nem toldalék, hanem belül van. A rag, azt mindig ragasztjuk. Ez meg beépül. Csak nagyjából próbálom érzékelni, hogy micsoda hihetetlen nehéz feladat lenne számunkra mondjuk eszkimó nyelvet megtanulni. Annak ellenére, hogy vannak a ragozó nyelvekben bekebelező sajátosságok. Gondoljuk meg, hogy ott a mondat az egy szó. Egy szó. Tehát a szavak nem különülnek el. A szavaknak nincs különálló létük. Az ember hajlamos lenne rámondani, hogy igen, hát ez egy ilyen primitív nyelvi sajátosság. Nem az. Nem az. A szó egyébként nem nyelvi univerzálé. Tehát ha olyan a dolgokat keresünk, hogy a nyelvben általános jellemzésként, hogy mik azok a nyelvi elemek, amelyek a világ minden nyelvében megvannak. Az ember rávágja, hogy hát szavak nyilván minden nyelvben vannak. Nem igaz. A bekebelező nyelvekben nincsenek szavak. És el lehet gondolni, milyen furán néz ki egy eszkimó szótár. Létezik egyébként. Hát gyökök vannak. Igen, negyedik csoport, hát ez meg az ellentéte. Ha az eszkimóban egy minden mondat egy szó, akkor ugye az ellentétében, az elszigetelő vagy izoláló nyelvekben pedig csak különálló szavak vannak. És nincsenek toldalékok. Se képzők, se toldalékok, semmi. Csak különálló szavak. Ennek a tiszta példája kínai. A legtöbben beszélik a világon. Tehát elszigetelő, vagy izoláló. Mellesleg szokták analitikusnak is nevezni. Tehát van egy ilyen jelző is, hogy analitikus és szintetikus nyelvek. Ez nem olyan bevett felosztás, mint ez a négyes. És akkor itt ugye ilyeneket mondanak, hogy hát az angol és a kínai mind a kettő az analitikusság felé halad. Tehát az angol már nem annyira tisztán hajlító, mint mondjuk az óangol volt. Az angol rendkívüli módon megváltozott az utóbbi 7-800 év alatt. Tehát alapvetően a kínai tartozik ide, vagyis ott nincs toldalék. Tehát nem lehet ilyen másodlagos dolgokat, szavakat
egybeírni vagy mondani egy szótővel. Tehát csak szótövek vannak. Kínai, meg a jó részt a hátsó indiai nyelvek. Tibeti, a nyelvcsaládnak a neve, hová kínai tartozik, az a Sino-Tibetan, kínai-tibeti nyelvcsalád. És ide tartoznak a hátsó indiai nyelveknek a döntő része. Burmai, tai, vietnámi, laoszi. Ezek mind elszigetelő nyelvek. Igen. Hát ennyi fér bele a ma estébe, és mondom, ez lesz az alapkérdésünk, és ezt megpróbáljuk nagyon alaposan, részletesen körüljárni. Ennek a vázlata, amiről ebben a félében szó lesz, ebben a könyvben tényleg csak a vázlata. Rangozó rügyező magyar nyelvünk címmel jelent meg, és látom, hogy kapható is kint. Ezzel fogunk foglalkozni, és akkor köszönöm a szíves figyelmet. Mi a figyelmet, hogy aztán hová szeretném?